Az Élő Reménység Alapítvány 25. évfordulóját ünnepelték, mely alkalomra a Művelődési Ház színháztermébe várták a meghívottakat. Az evangéliumi szellemben tevékenykedő önkéntesek fő célja, hogy az élet perifériájára került embertársaikat felkarolják, a hit erejével visszavezessék a társadalom közösségébe, sok esetben szállást és munkát is biztosítva számukra. Az alapítvány most már egyre jobban ismert a város lakossága körében is, hiszen rendszeresen szerveznek karitatív megmozdulásokat, ruhaosztásokat. Rendszeresen járják a börtönöket, a rabok számára nyújtanak vigaszt, tartanak összejöveteleket. Szabó József, az alapítvány elnöke elmondta, szervezetükkel egy idő a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió is velük közösen végzik tevékenységüket. A jubileumi ünnepségre sokan kaptak meghívást. Közöttük volt Diósi Csaba polgármester, Csóti András, a Büntetés Végrehajtási Intézet országos parancsnoka, több lelkész, egyházi vezető is. A wuppertáli német missziós csoporttal már régóta kapcsolatban állnak, így ők is eljöttek a jubileum ünnepségre. Szabó József elmondta, az itt töltött egy hetet is arra használta fel a német testvérszervezet, hogy sorra járják a börtönöket, és zsoltár énekléssel hirdessék az igét. Felolvasta a testvérszervezetek köszöntő üdvözleteit. Zé Molnár István lelkész igehirdetése után közös imádság következett. Diósi Csaba polgármester is meleg szavakkal köszönte meg az önfeláldozó közösség áldásos munkáját. Nagyon nagy megtiszteltetést, és hogy itt állhatok Önökkel, ott nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. 25 év, azt gondolom, hogy nagyon komoly idő egy ember aktív életének közel a fele. És azt gondolom, hogy valaki 25 évet eltölt egy küldetés mentén, annak nagyon erős küldetéstudata volt. Nagyon erős küldetéstudattal indult, nagyon sok megerősítést kapott, és nagyon sok sikerélménye lehetett, ami őt ezt tovább viszi. Én így gondolok az Önök közösségére, azokra, akik 25 éve ezt a nemes célt kiválasztották, és azóta is nem fogyó lelkesedéssel folyamatosan ennek a célnak a megvalósításán fáradoznak. Minden település olyan, mint amilyen a településen élő emberek. Minden település olyan, mint a településen élő embereknek a célkitűzései. És azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évben az Önök közössége, ez az alapítvány bizonyította azt, hogy az Önök munkájától ez a település sokkal jobbá vált. Sokkal jobb lett, mint Önök nélkül lett volna. Különbözőek vagyunk emberek. Vannak, akik segítségre szorulnak, vannak, akik többet kaptak a talentumban, lehetőségben az élettől. Ez nagyon nemes dolog, hogy az, aki segíteni tud, az megteszi ezt. És én elsősorban nem csak anyagi lehetőségekre gondolok, hanem a lelki segítség, azt gondolom, hogy legalább ugyanannyit jelent. Börtönmisszióban dolgoznak, elsősorban itt ugye az utógondozásról beszéltünk, ami a város lakosságát is érinti. Sok dunakeszi lakos is részt vett ebben az utógondozásban. És keresztény gondolkodás szerint mindenki megérdemel még egy esélyt. De ez az esély, ez önmagában azt gondolom, hogy kevés. Nagyon kevesekben van annyi erő, hogy önmagukban képesek legyenek arra, hogy egy megtévedt út után, ami a pusztába vezet, egy ilyen megtévedt út után saját erejükből, eltökéltségük árán sikerüljön visszailleszkedni a társadalomban. Biztos vannak ilyenek, akik egyedül is képesek erre, de azt gondolom, hogy nagyon sokaknak segítségre van szükségük, és ez a segítség ad lehetőséget arra, hogy újra a társadalomnak olyan tagjai legyenek, akiktől jobb egy közösség, egy város. Thank you.
Lukács Krisztina fuvalaművész és Lejtény Ágnes zongoraművész előadása után Csóti András főparancsnok is köszöntötte a jubiláló szervezetet. Ez a 25 év, hosszú vagy rövid, fene tudja. Egyik oldalára nézve nagyon szép idő, másik oldalára nézve egy jelentéktelen kis emberült. De ha emlékezünk, akkor itt a kiváló alkalom, hogy őszintén emlékezünk. Mind az elnök úr, mind a lelkészünk azt mondta, hogy 25 évvel ezelőtt, ha nem nagyon szerettek bejönni ebbe a pusztába, nem is nagyon akartak bejönni ebbe a pusztába. Hát 25 év után nyugodtan elmondhatjuk, hogy mi is a hátunk közepére kívántuk őket. Tehát a rendszerváltás kellős közepén egy amnestia előkészítésében, egy változó világban, hát sok mindenhez volt reménységünk, de hogy papokat, lelkészeket, meg laikus missziósokat kapunk, hát ez nem nagy örömmel töltött el a szívünk. Aztán, hála Jóistennek, meg hála sok mindenkinek, ez az ösvény, ez kezdett a mosulni. És én úgy gondolom, hogy ma már rettenetes nagy hiányérzetünk lenne, ha ne lennének lelkészeink, és ne lennének missziósaink. De ebben a változó világban vannak azért sarok. A legfontosabb sarokpont pedig az ember. Mindig vannak olyan emberek, akik kívülről talán megfejtetetlen okok miatt, önzetlenül, semmivel sem számolva, a legfontosabb dolgot adják, amit egyik ember adhat a másiknak. Hogy odafordulnak fel, hogy megkérdezik tőle, hogy miben segíthetnek. És adják a legnagyobb dolgot, ami akárhogy is változik a világ, mindig a legnagyobb volt, és bízom benne, hogy a legnagyobb is lesz, az őszinte szeretni. Ezeknek az embereknek a legnagyobb elismerés és legnagyobb köszönet jár, és ezek az emberek önök, akik itt ülnek, akik az elmúlt 25 évben nagyon-nagyon sikeresen hajtották végre azt a feladatot, amelyekre meghívták önöket, és amelyeket vállalkoztak. Testileg nagyon törékeny, szellemileg egy gigantikus, óriás albán asszony, akit majd úgy ismerünk, hogy Teréz anya, az azt mondta, hogy az a munka, amit én végzek, az csak egy csepp a tengerben. De hogyha nem végezni, akkor ez is nagyon hiányozik. Amit önök végeznek, az több csepp a tengerben, és ma már rettenetesen hiányozna mindenki. Őszinte szívvel köszönet ezért önök. Ahogy a barátomnak ide is hoztam egy kis ajánlót. Ne a mértéket nézzék, hanem a módját. Szeretettel és őszinte szívvel hoztam azt az elismerő kitüntetést, amely a büntetés végrehajtás országos parancsnokának legnagyobb elismerése, tárgyasult formája a köszönetnek, a büntetés végrehajtási szolgálatért érdemi ezüst fokozata, amit kivételesen nem személynek, hanem a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió valamennyi tagjának őszinte szívvel és szeretettel ajánlom. Isten áldja meg magukat, és az ökonomi jegyében áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kórus műsora következett. Magyar nyelven is előadtak egy egyházi dalt, így tisztelve meg az ünneplőket. Záró gondolatként Boros Lajos néhány mondatát idézzük. Ő azok közül való, akikért ez az egész dolog létrejött. Hosszú szabadság vesztését tölti, és éppen a napokban szabadul. A börtönben tért meg, és számára egy új élet kezdetét jelentette a misszióval való találkozás. Én mikor megtértem, nem akarok tudatosan felekezeteket mondani,
többen jártak, de akkor még nem volt börtönlelkészi szolgálat, 94 karácsonykor tértem meg, többen jártak a missziósok különböző felekezetekből, és hát Isten biztos gondoskodva másképp, de Isten úgy tetszett, hogy a missziós szolgálaton keresztül gondoskodjon a hívő embernek a növekedéséről, és így tudtam én is eljárni a napra. Hát az Isten így teremtett alkalmat, hogy kintről jöttek be emberek, testvérek, akik időt, pénzt nem számították be, és tartottak Isten tiszteleteket és ítéleti alkalmakat. Hát azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van a benti világban, volt is és van is. És hogy Isten áldja meg továbbra is ezt a szolgálatot, a börtönmisszió szolgálatot, és hogy ne restüljön bele senki. Ha csak egy embernek is az életébe jelenik meg és erősödik meg az Istennel való kapcsolat, már az megérte. Sokszor följön bennem, most is ehhez szeretném mondani, hogy van egy történet, és talán így ezzel fejezem be, a csillaghalakról, mondják, hogy, és lehet, hogy ez így visszhangzik is, hogy nem hiába valója az a munka, amit az ember végez, akár bent a börtönben, akár a börtönön kívül, amikor azt látják emberek, hogy megint visszakerült, vagy éppen megtért, és újból visszakerült a börtönbe. És a történet arról szól, hogy van egy időszak, amikor a Mexikónak a tengerpartján millió számra vannak a csillaghalak, amiket az ár kivisz, és ott döglenek ezek az apró állatok. És egy kisgyerek szedegeti őket össze, és dobálja vissza a tengerbe. És akkor megkérdezi egy felnőtt, hogy nem gondolod, hogy ez hiába valóság. És az lenyúl, és felvesz egyet, és visszadobja a tengerbe, és azt mondja, fogadjuk, hogy ennek az egynek nem. Tehát jó, hogy vannak emberek, akiket az Isten arra indít, hogy bejönnek a börtönöknek a világába, és hogy hozzájönnek azoknak az emberekhez, akiknek én legalábbis úgy gondolom, a társadalom nagy része nem szívesen jön hozzá, és természetesen ennek is megvan az oka. Hát dicsérem érte az Isten, hogy még így két nappal a szabadulásom előtt itt lehettem, megoszthattam ezt a néhány gondolatot, a saját életemmel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban, misszióval kapcsolatban, és mindez egy dicsőség az Istennek.